Láncsere van, fönn van rajta fogaskerék, elől hátul egy aranyszínű, legerősebb, fönn van itt is a fogaskerekeske. Ilyen szedi szét ezt a nagyon okos vázat, ez a legokosabb váz a világon, mert tudod, olyan okos bazd meg, tehát hogy valami fantasztikus. Ugye első teleszkópokból folyik ki a cucc, gyertyacsere van, injektor szinkron, itt ugye zörgések vannak, patentokat vissza kell rakni, légszűrőcsere, meg ilyen izék, na itt van az idom, ami szétégett, tök ugyanolyat szereztünk, és akkor ugye itt van a dekni, ahol folyik ki az olaj, és itt van, hol van? Market. És itt van egy gyári dekni, R1 2006-os évjárat szerint is, mert ezen is módosítottak a Yamahánál mindig. Jó, úgyhogy ez is felkerül. Lett volna ilyen utángyártottba, amin nincsen semmilyen felirat, tehát és nagyon, na mindegy. Lényegben ez is megvan, köszönjük Robinak, bontós gyerek, mit akarok mondani, a mai nap folyamán ez elkészül, ez a motor. Az elemeket is, azokat is gyönyörű szépen meg fogjuk csinálni, hogy ne zörögjenek. Ez is amúgy különben a Yamahának, ez az injektorja, ez is egy nagyon jó. Nagyon jó kis injektor ez. Köszönöm a figyelmeteket. Lánc fönn van, ez itt készen van, minden le van húzva. Ennyire kell ennek a láncnak feszesnek lenni, le van biztosítva. Szelepfedelet szedi le most Bencus. Ugye azért elmondom nektek, hogy ugye a gyertyák kijöttek, azért ilyen szinten szétszedni azért, mert ugye itt ez a szelepfedél dekni, ahhoz, hogy le tud venni, lehet szerelni erre is, csak akkor meg az injektort kell levenni. Tehát széthúzni itt az elektronikát, mindent. Hát a franc se tudja, bazd meg, érted? Nem tudni. Így, mivel hogy vizet is kell cserélni, mondjuk elég mocskos víz volt benne. Nem kell vízcserélni. Mindegy, teszünk bele új vizet. Az elég szaros, az a víz. Tehát most gondolj bele ahhoz, hogy itt normálisan hozzáférjé, ugye egyrészt föl kell emelnünk ilyen szintre, hogy alatt fönn van legalább egy 60 centi magasan a motor, és hát na, én közben cserélem a kuplung deknit, rátesszük a kuplung jó állapotú, nincsen széjjelvulva. Igazából a motor se rossz, tehát nem egy rossz motor. Az látszik, hogy estek buktak vele minden, de nem egy rossz motor. Jó, minden leülünk ugye, mert ha leülsz, akkor sokkal egyszerűbb ülve szerelni. Én ezt mindig tartom, és mind állva. Jó, na, csináljuk a dolgunkat. Nézzük, semmit nem kotyog. Egy nagyon pincurisat. És ez most volt nemrég kuplungozva is. Jó, köszönjük, hogy minket figyeltek. Utolsó videónk erről a motorról. Teleszkópok meg vannak csinálva, szelephézagokat leellenőriztük. Tettünk bele négy új gyertyát, tettünk bele új vizet. Az Ekeidon mindjárt megy be, ahhoz keresgetik Bence cuccokat, ahol csavarok voltak új patentokkal. Összeraktuk, hogy ez itt ne zörögjen. Igazából ez az R1-es motor is, ugye sok eredményeket elértek vele. Igazából fölülsz rá, tehát úgy tud ez menni, mint a vaddisznó. Ugye lóerő, súlyarány, stb. De nem a tartóságáról híres ez a motor se. Olyan dolgok vannak, olyan megoldások vannak benne valójában, hogy például le kell szedned a tankot, hogy kicseréld mondjuk az akkumulátort, mert ugye azt is kicseréltük. A kipufogó körülbelül mondjuk itt, ha megnézzük, itt van egy nagyon vékony ilyen kis lemezke. A kipufogó a fő kábeltól, ahova följön, hát egy olyan 3 centire van. Persze biztos ki van az kísérletezve, hogy ne legyen gond, érted? Biztos ki van kísérletezve. Ugye, ha megnézzük magát, az egész rendszert, hogy ide, ugye divat lett ez, hogy a picsád alatt van a kipufogó, hogy ezért mit át kellett, hogy itt alakítsanak.
Szerintem teljesen értelmetlen. Ugyanis a kipufogó, amikor itt volt az oldalán a nagy motornak, ha földöltél, azért az, főleg, hogyha utas volt, azért sokat védett. Érted? Ez olyan, mint a boxer motor. Tehát a BMW-nek a boxer motorja, amikor földölsz, az megvédi a lábadat. Érted? Itt meg, amikor földölsz, itt valójában törik róla minden, mint a szar. Ettől függetlenül mondom, beállítottuk, be is indítom nektek. Hogy a föl lett melegítve, ez csak úgy lett 106 fokos. Teljesen zöldbe van. Teszi a dolgát, nagyon tud pörögni. Vannak benne mindenféle okosságok. És ezért az alapjáratot nem bírod 1000-re tenni, hanem 1200-re kell tenni, mert egyszerűen úgy a jó. Megvárjuk, míg leáll a szivattyú, lesz szivattyú a ventilátor, ugye kettő is van benne. Nem rosszabb úgy a motor, ugye most szép van minden húzva. Huh?